Hamarosan költöznek a megújult székházba. Lengyel-magyar verseny. Mirella kedvencei a kutyák. Jönnek az egységes csillagok térségünkben is. Jó estét kívánok! Önök a Nagyhunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 28-án 18 óra 5 perckor. Molnár Páltól, a Városgondnokság vezetőjétől megtudtuk, hogy befejeződött a Villamos utcai székház felújítása. Így a hónap végéig kiköltöznek a Nagykun látogatóközpontból. Május 31-ig kell kiköltözni a Villamos úti megújult szép irodaépületbe, amit pályázat keretében sikerült felújítani. Egy pályázat keretében sikerült felújítani a Városgondnokság villamosúti irodaépületét. Ebben az országgyűlési képviselőnk F. Kovács Sándor úr segített, amikor még megyei közgyűlési elnök volt, nagy segítség volt. Én abban az időben megkerestem, hogy nagyon rossz állapotban van, ő kijött, megnézte, szemrevételezte, hogy valóban mit tud ebben segíteni. Eltelt néhány hónap, az is lehet, hogy egy év is eltelt, de most úgy érzem, hogy mellékes, és az egyik nap örömmel jelentette be, hogy tud segíteni, olyan pályázati forrásokra bukkant, vagy olyan pályázati forrás van, amelybe be lehet az épület, irodaépület felújítását éleszteni. Én ezúttal is a Városgondnokság valamennyi dolgozója nevébe szeretném neki ezt a áldásos munkáját megköszönni. Az épület az 1900-as évek elején villamos energiatermeléshez szükséges gépház volt, amely a város közvilágítását látta el dízelmotorok segítségével. Az épületről azt tudni kell, nagyon kevesen tudják, hogy ez valójában a 900-as évek elején egy villamos energiatermeléséhez szükséges gépház volt, amely a város közvilágítását látta el dízelmotorok segítségével, ugye a olajat a szállítani kellett, valamint a vasút közel volt hozzá, itt kialakították az összeköttetést a vasúttal, a alapanyagok megérkeztek és elektromos áram fejlesztése történt, majd a rendszerváltás után a Titász költözött ideki, és a Titász, amikor a 60-as, 70-es években elfoglalta a Madarasi úti telephelyét, ezután a város gazdálkodásnak a székhelyévé vált, és ez az épület kisebb-nagyobb felújítások alatt átesett, de az alap az 1900-as években épült, és hát gondolhatjuk, hogy a kor színvonalát messze alulmúlta már ez, mind szigetelésben, hőszigetelésben, vízszigetelésben, energetikailag, tehát minden statikailag mindenféleképpen nagyon fontos volt már ez a felújítás, és bízom benne, hogy a következő 100 évben is szépen fog mutatni ez az épület, mert most tényleg nagyon szépen mutat, és ha olyan állapotba kerül, amikor föl kell újítani, újra felújítják, és a funkciót ugyanúgy be fogja tölteni, ezt majd még a jövő el fogja dönteni, hogy milyen funkciója lesz. Egy biztos, hogy most május 31-től a Városgondnokságnak a telephelye és székhelye lesz iroda tekintetében is. Az épület felújítása úgy készült, hogy a tervezővel a részleteiben végig tudta beszélni Molnár Pál, hogy a napi munkájukban mire van szükségük. Ez az épület úgy készült, hogy sikerült leülnöm a tervezéssel, és ennek nagyon örülök, és még egyszer szeretném képviselőnek megköszönni, hogy ez a lehetőség megvolt. Tehát nem úgy erőltettek ránk egy tervet, hogy van egy típusterv, ha tetszik, hanem ez lesz, erre van pénz, hanem a részleteiben végig tudtuk a tervezővel beszélni, hogy mire van szükségünk. Hozzá kell tennem, hogy még így is van olyan, amit most másképp csinálnánk már, de hát ez már csak ilyen, de nagyon sok olyan dolog lett volna, hogyha nem mi tervezzük, amit nem úgy csináltunk volna. Így azért sokkal jobban a saját ízlésvilágunk szerint tudtuk kialakítani, és a funkcionalitásnak megfelelően tudtuk kialakítani. Természetesen van egy melegítőkonyha is, a melegítőkonyha most egy nagyon kis helyiség, a kollégák, mivel ugye távol van a ebédelés, nem megoldott olyan értem, hogy bejöjjenek rövidehoz az ebédidő, ki szokta mindenki hozni magával, és akkor van egy ilyen helyiség, ahol elő tudják készíteni a ebédet. Júniustól minden ügyet már a Városgondnokság Villamos utcai székházába lehet majd intézni. A lengyel-magyar versenyen sikeresen szerepeltek a karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanárának diákjai. A három fős csapatok jelentkeztek a nemzetközi versenyre, amely összetett feladatokból állt. A refiből három csapat indult, a háromfordulós versenyen az iskolai forduló után két csapat mehetett tovább a következő fordulóba.
A három csapat, a hetedikás Bodnár Tímea, Kovács Tímea és Kovács Anna, a hetedik B-ből Szabu Stefánia, Deák Virág, hozzájuk csatlakozott Péntek Anna a hatodik B-ből, és a hatodik B-osztályos csapat tagjai Kovács Péter, Sarkadi Nóra és Németh Kamilla voltak. Októberben érkezett a meghívó erre a pályázatra, hogy három fős csapatok jelentkezhetnek erre a nemzetközi versenyre. Nagyon érdekes volt, összetett feladatokkal, és hát nagy nyereménnyel, nagy jutalommal kecsegtették a gyerekeket, úgyhogy egyből nagyon sok jelentkező volt. Nem is egy csapatom, hanem három csapatom indult. Három fordulós volt a verseny, de az első forduló után kiderült, hogy az iskolából tovább nem mehet már csak két csapat, bármennyire jó eredménnyel szerepelt a harmadik csapat is. A feladatok között egy magyar és egy lengyel nemzeti park értékeivel kellett megismerkedni. Meg kellett ismerkedni a gyerekeknek két nemzeti parkkal. Egyrészt a Hortobágyi Nemzeti Parknak a védett értékeivel, a másik pedig, ami sokkal nehezebb volt a gyerekek számára, a lengyel Wolinski Nemzeti Parkkal. A lengyel Wolinski Nemzeti Parkról kaptunk egy leporellót, ami angol nyelvű volt, úgyhogy még ilyen jellegű feladataik is voltak a gyerekeknek, hogy le kellett ezt fordítani magyarra, és úgy megismerni az ott élő lényeket, növényeket és állatokat. Azért kaptunk segítséget a kollégáktól, mert Halmainé Évike, angol tanáruk segített a gyerekeknek ezt lefordítani. A lengyel feladatot angolból magyarra kellett először lefordítani. Ebben Halmai Györgyné tanárnő segített a gyerekeknek. Az első forduló önálló volt minden csapatnak. A másodikban a lengyel-magyar barátságra és a nemzeti parkra kellett logót tervezniük és kisfilmet is készítettek. Az első feladat az egy tesztnek a kitöltése volt, miután megismerkedtek a gyerekek a két nemzeti parkkal. Egyenként kellett leülniük, és azt a 100 pontos feladatot külön-külön megoldani, és mindenki a saját pontját vitte csak tovább a későbbiekben, és akkor így derült ki, hogy a két csapat, vagy a három csapat közül melyik az a kettő, ami mehet tovább. A következő forduló az már jóval összetettebb volt, ott kellett logót tervezni, különös tekintettel a lengyel-magyar barátságra, a gyerekeknek, a két nemzeti parkra, meg kellett a két nemzeti parkot is jeleníteni. Szerencsére a csapatokban vannak gyerekek, akik nagyon ügyesen és szívesen rajzolnak, úgyhogy majd mutatok erről képeket, hogy milyen logókat is sikerült készíteniük. Kis filmet is kellett készíteni, városunknak valamelyik védett értékéről, amit véd egyébként a Hortobágyi Nemzeti Park is, amire szívesen felhívnák a gyerekek a figyelmet. Úgyhogy az egyik csapattal a Kunhalmoknál jártunk, ott készítettünk kis filmet, a másik csapattal pedig elmentünk egészen a Hortobágyig, a Madárkórházba fogadtak bennünket szívesen, és még egy műtétet is, egy kis madár műtétet is sikerült a gyerekeknek megnéznie. A refis csapatok. Első csapata első, a másik negyedik lett. Nagy Ferenci Mirellával beszélgettünk a kutyákról és kedvenc tárgyairól. A Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosa, Nagy Ferenci Mirellával beszélgettünk a kutyákról és kedvenc tantárgyairól. Mesélj egy picit az iskolai életedről, melyek a kedvenc tárgyaid. A környezet, a technika és a rajz. Gondolom azért olvasni is csak szeret. Igen. Milyen versenyen voltál már? A böngész advent versenyen, és most a méhész logikai versenyen. Ez inkább egy kicsit a matematikát teszi előtérbe. Itt hogy szerepeltél, és mi volt a feladat? A böngész advent nagyon jó volt, és sokat kellett kézműveskedni. Akkor ezek szerint szereted ezt is. A méhész versenyen sikerült a feladatokat megoldani? Igen. Mi volt ott a legnehezebb? A párja az nagyon nehéz volt. Azt gondolom, hogy picit bátrabban és merészebben fogsz mesélni arról, hogy milyen viszonyod van a kutyákkal, hiszen nagymamáddal pici korod óta ott vagy a kutyás bemutatókon. Mesélj erről. Nagyon szeretem a kutyákat, 2 éves korom óta foglalkozom velük, és nagyon szeretem őket. Van kedvenc? Van.
A kutyám Szamba. Mit kell tudni róla? Hogy nagyon ügyes, és mindenhova követ, még póráz nélkül is. És hát sokat is gyakorolsz vele otthon a mama udvarán, de mit jelent számodra az, hogy ott lehetsz, amíg lehetett, voltak bemutatók, hogy ott lehetsz ilyen kiskorodott a mama mellett? Az, hogy bemutathatom a kutyámat sztenderdállításban és mozgásban. Ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. Meséljük el, hogy ez mit jelent egy versenyen, mit kell ilyenkor csinálni. Bemutatni a kutyát, és megkéri a bíró, hogy fussunk pár kört, és akkor ezt megtesszük, és ha a kutyus ügyesen végzi el, akkor... Egyébként mamának több kutyája van. Melyik az a nagy kutya, ami azért majdnem akkora, mint te? Happy, a közép-ázsiai. Soha nem féltél a kutyáktól? Nem, és nem is fogok. És mit szeretnél csinálni, ha nagy leszel? A jövőben nézve is foglalkozni a kutyákkal. Szeretnéd ezt továbbvinni? Igen. Térjünk vissza egy picit a iskolára. Hogyan látod, milyen lesz az évvégi bizi? Szerintem 5-ös. Sokat tanultál ezért? Igen. Mi volt a legnehezebb ebben az évben? Szerintem a matematika és a magyar. Magyarból olvasás, vagy inkább a nyelvtan? A nyelvtan. És ezt hogy gyakoroltátok otthon? A gyakorló füzetbe írt anya elő, és meg kellett csinálni. Itt a tanteremben neked is van kint rajzod? Igen. Mit szeretsz egyébként rajzolni? Kutyákat. Az országgyűlés előtt fekvő turisztikai törvénymódosítás egységes szempontok alapján 1-től 5 csillagig tartó besorolás alá vonja valamennyi magyarországi szálláshelyet. Az országgyűlés előtt fekvő turisztikai törvénymódosítás egységes szempontok alapján 1-től 5 csillagig való besorolás alá vonja valamennyi magyarországi szálláshelyet. A változtatás célja, hogy megbízható minőséget kapjanak a vendégek, függetlenül attól szállodába vagy magánszálláshelyre látogatnak. Több mint 10 országban működő minősítési rendszer 2022. januárjától indul, a besorolás költségeit pedig a turisztikai ügynökség ingyenesen végzi 2024-ig. A turisztikai ügynökség vezetője szólt arról, a jövő héten elfogadásra váró törvénymódosítás a szálláshelyekhez hasonló online adatszolgáltatást ír elő a vendéglátóhelyeknek és különböző turisztikai attrakciók biztosítóinak is. Fogalmazott szándékuk, hogy a turizmus és a vendéglátás irányítása ne intuíciók alapján, hanem a nyugat-európai, amerikai multinacionális vállalatok mintájára, adatokra támaszkodva történjen. A parlament támogatásával jogszabályban rögzíthetik a turisztikailag kiemelt jelentőségű település fogalmát is. Az oltási igazolványnak továbbra is kiemelt szerepe marad az ágazatban, hiszen a koronavírus nem tűnt el. A turisztikai ágazat vezetői abban bíznak, hogy Magyarországnak nyárra sikerül elérnie a 6 millió beoltottat, amivel szerinte visszatérhet az emberek korábbi szabadsága. Megjegyezte továbbá, hogy a jelenlegi foglaltsági állapotok alapján talán még a tavalyi nyárnál is erősebb forgalom várható a magyarországi szálláshelyeken. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon.